Köszöntöm a kedves nézőket, Brockhauser Barbara vagyok. A tegnapi borongós, szürke időjárást egy tőlünk délre található mediterrán ciklon okozta, melynek felhőzetét láthatjuk is itt a műholdképen. Viszont a mai napon egy tőlünk kelet-észak-keletre található anticiklon tevékenykedik, emiatt pedig elkezd elvékonyodni, felszakadozni a felhőtakaró, így némi napsütésben is részünk lehet. Viszont a Kárpát-medence keleti területein ma még tartósan borongos időjárás várható, itt még kisebb havazás is kialakulhat. A medence nagy részén ugyanakkor, mint említettem, már vékonyodik, szakadozik a felhőtakaró, így némi napsütésben is részünk lehet, viszont a hajnalban képződött ködfoltok leginkább a Kárpát-medence középső területein akár tartósabban is megmaradhatnak. A csúcsértékek mínusz 2 és plusz 5 fok között mozognak majd. A következő napokban is számítanunk kell többfelé ködképződésre, és ezek szintén napközben tartósabban is megmaradhatnak. Mínusz 3 és plusz 2 fok között mozognak majd a csúcsértékek, és a ködös párás területeken kisebb ónos eső, ónos szitálás is kialakulhat. A holnapi nap folyamán hajnalban még mínusz 12 fokot is mérhetünk, viszont látható, hogy a következő napokban picit enyhébbnek ígérkeznek a hajnalok. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!